Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát, a mai videóban most már nagyon rég volt, mert most néztem a csatornát, és hát nem rég, ugye az előbb, mert ezt közvetlen azután veszem fel, ahogy az előző videó kikerült, de mindegy. Szóval, most néztem meg a csatornát, és most néztem meg, hogy 2 éve volt ilyen utoljára, szóval most kíváncsi vagyok én is, mert nem emlékszem, hogy 2 éve milyen volt úgy a setup, meg a room tour, meg a szoba, meg minden, mert direkt nem néztem meg, de viszont most majd úgy csinálom, hogy egy-egy jelenetet bevágok, hogy lehet, hogy én is változtam, valószínű, illetve hogy ugye összességében az asztalon, vagy hogy mondjam, a setup, amin szoktam videózni, vagy bármi hasonló dolgot. Szóval most én ezt fogom megnézni, meg ez saját magamnak is egy emlék igazából, hogy 2022, majd lehet megnézzük 23-ba, 24, stb. Magamnak is egy emlék, meg szeretem magasztani, hogy mennyit fejlődött a dolog, saját magamnak is, meg úgy összességében. Szóval most az lesz, hogy bemutatom a szobát, hogy jelenleg hol vagyok, utána pedig úgy részletesebben itt rámegyek a technikai dolgokra, amit látszik a kép nagyjából. És akkor nézzük. És már is kijöttünk. Ugyan egyébként egy, ugye, közben be volt dugva töltőben. Szóval, ha nem is kéne kezdeni, ezen az állványom volt, tegnap is, ma is. Kb. Mindig már egy ilyen kis sima, pár ezer forintos kis tartó. Annyira nem nagy szám. Fő van húzva az ablak, mert hát kell a fény, meg lámpa is ég. Itt ezen a kis részen, itt igazából mert klímatávirányító, az a tévé. 2 AirPods van, ez a sima 1-es, ez pedig a sima Pro, mert az 1-es Pro, nem a 2-es. Ez pedig egy pillangókés. Ugye ott a töltő van, ez az ágy, amin alszok, meg itt egy kutya. Azért van itt ez a kamera, mert gondoltam, hogy ezzel fogom felvenni, de nem. Ez egy SD kártyaolvasó, tudjátok, ez a mini. Erre ráfókuszálok. Ez a mini. Ez a töltő, mert most töltöttem fel nemrég, mert ezzel akartam videózni, de mindegy. Itt körbe tudom mutatni a szobát. Itt vannak egyéb érdekességek, nem a pénzre gondolok, ez a Jointix. Az ilyen, mi a neve, ízületvédő. Itt kis alap dolgok, úgy nem, most nem fogok nyitogatni, mert most ez kit érdekel. De így azért megmutatom, hogy nagyjából hogy van. Ez a tévében van bekötve, ez a hangszóró. Hangszóró szett, vagy mondjam. Inkább ugye ez a lényeg, mert ha emlékeztek, és ha bevágom, hogy ide került a tévé, de ennek majd elmondom az okát, hogy miért. Ugye itt az ajtóm, ez az a kamera állvány, ugye, ami előbb engem fölvett, hú, de érdekes. Ott ugyanazok a dobozok vannak, szekrény. De viszont itt változott a legtöbbet ugye a dolog. Most minden pirosban van. Egy 24 colos Samsung ívelt Full HD monitor van, 60 Hz-es. Itt a Logitech, ami most be van kapcsolva. Logitech C920 Pro webkamera, ami sima Full HD-ba rögzít. Ott láthatjátok, az a manuális, vagy autofókusz az ott, az a mikrofonnak az állványa, amivel most ezt veszem, mindjárt magas mutatom. Akkor eddig a másik szobában voltam, ahol, ami emögött, az ajtó mögött van, de most nem nyitom ki. Ugyanez, ugyanígy, csak azt hiszem a számítógép az még fönn volt itt az asztalon. Nem pedig lent. Az azért kellett, hogy több helyem legyen, meg úgy mondom, jobb ez így. Szóval nagyjából így szokott kinézni az asztal, sőt, hát megmutathatom. Így jobb lesz most. Szóval, ami itt található, itt van az egeremnek a töltője, mert most már vezeték nélkül egeret használok, azt hiszem
közel 2 éve. Vagy másfél, nem is tudom. Ez itt a asztalomon. Egy fejhallgató. Micsoda, ez egy meglátás. Így jobban látszik. A Bose QC45. Hát ez zajszűrős, zajkioltós füles. Én meg vagyok vele elégedve. Jaj, meg vagyok vele elégedve. Szóval valaki drágája, valakinek úgymond megéri. Mindenki maga dönti el, hogy ugye mire használja. Én edzéshez szoktam használni, mert amúgy nem nehéz, meg úgy kényelmes nekem. Illetve ennyi, jó hangzása, zajszűrős kellene, nem is kellene több. Ott van a Logitech 920. Az mindegy webcam. Egy webkamera, ami igazából azon az állványon szokott lenni. Csak mivel most arra használtam, hogy a telefon legyen benne, ezért nem azon benne. És hát itt szokott állni, és streambe kb. Így néz engem. Valahogy így. Nem tudom. Itt látható egy billentyűzet, ami a Corsair K60, azt hiszem, saját billentyűzetemet sem tudom. Mindegy ilyen ultraviola switches, ilyen nagyon halk, és hát halkabb. Majd csinálok ilyen type test videót. Szóval most ezekből hallatok, ugye itt külön ez a, nem is tudom melyik, várja, ez a bal fül, ez pedig a jobb fül. És most ugye itt lógnak le, mondjuk nem látszik bele, de mindegy itt vannak közel a billentyűzethez, és mindjárt elkezdek valamit írni, és csendben maradok. Külön fülönként is meg tudom mutatni, ez a bal fül. Ez pedig a jobb. Most egyszerre mind a kettő. Tehát, ja, szóval elég jó kis, így a mikrofont is be tudtam mutatni, illetve a billentyűzetet. Itt az egér, ez ilyen, ez a Logitech Superlight, vagy nem, Logitech G Pro Wireless Superlight. Ja, azt hiszem ez a neve. Azért Superlight, mert tényleg nagyon könnyű. Itt a füles pedig egy Rog, várjál. Szóval itt a füles, az pedig egy Rog Strix, vagy Rog Go. Mindegy, azt hiszem ennyi a neve. Szóval ez nem a vezeték nélkül, mert van Go 2.4, ez a vezeték nélkül, ez a vezetékes változat. Hát itt belül látszik egy LED, végig van vezetve. De egészen az asztal mögött. Ez a mikrofon, ez már azt hiszem, vagy 4 éve ugyanaz. Ez a Audamic 900B. USB. Stúdió mikrofon. Azt így itt szokott lenni, egy ilyen, ez egy sima állvány. Beírtam, hogy mikrofon állvány, kb. Majdnem a legolcsóbb. Múltkor még azt hiszem egy hete húztam meg a csavarokat, szóval ennyi, amit úgy. Ezt a mikrofont elbírja, ez egy könnyű mikrofon, meg nem is kell külön bekötni, közvetlen a gépbe van is kész. De egyébként ide simán elférne egy keverőpult, majd az meglátjuk. Itt pedig látszik az asztalon, igen, itt az előző videónak az index képje, képe. Így néz ki. Ez a monitor, ugye itt előkeressük, ott van Rockstrix XG248Q 240Hz Full HD.
monitor. Nekem ugye ez azért kellett, mert szeretek FPS játékokkal játszani, meg még régen nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen egy 240 Hz-es monitor, mennyivel simább az egérmozgás, mint egy 60. Itt nem tudom, hogy mennyire lehet észrevenni a különbséget. Talán egy kicsit ugye az egérmozgásból is látszik, de aztán kinek mit lát a szeme, vagy hogy így el van forgatva. Mert ezen szokott lenni a Discord igazából, vagy a Streamlabs, és mondja bekapcsoljuk. Szóval a Streamlabs. Most látszódik ott a kamera, az a billentyűzetet látja, hogy itt a kezem. Itt van a előző követések, vagy a, ugye itt a szünet, és akkor így, hogy itt látszik, ahogy, ups, látszik, ahogy váltok. Ja, hamarosan kezdünk. Elcsalok. És akkor így, fú. Meg itt van a, ez a játékszín, ez a szünet, ez meg a streamnek vége dolog. Itt különben vannak ugye állítva az audiók, itt Go Live, azt már megy is. Igazából ez a két monitor van, külön fény az nincs, ugye, mert itt amúgy jó lenne egy valami, tehát az nincs. Szóval, most kijöttünk a type testből. Itt alul látható egy, hát ez egy víz, igen. Szóval itt egy bluetooth-os hangszóró, Sony, hát nem tudom, valami régebbi fajta, nővéreméktől kaptam, hát annyira nem használom, mert általában fülesen játszok. De hát mindegy, jó az. Majd ha filmezek, akkor lehet bekapcsolom, vagy zenézésnél, telefonnal összekötöm, az kész. Na mindegy. Itt pedig a számítógép van. Meg tudom mutatni előről. Milyen? Ez a Cooler Master H500 ARGB-s mi az? Gépház. Ott pedig van a, hát itt inkább kiírom majd a dolgokat, ami van benne, itt addig oldalról meg tudom mutatni. Így néz ki. Én építettem teljesen. Hát ja, kb. 30 GB, ugye? i7, 9700K, RTX 2060, azt majd leszeretném cserélni. És nemrég került bele egy 1.2-es SSD is. Amire mondjuk én használom, arra elég, ugye, itt látjátok, nincs is sok játék a gépen, a LOL van lent, ez nagyon ritkán játszok, a Minecraft, a Valorant, azt hiszem Steamen most semmi más nincs, amúgy nem tudom ki, nem nézzétek, csak úgy a színhez illette, a valakit érdekel, ez a mozgós háttér, ez a Wallpaper Engine, Wallpaper Engine-t használom, a Steambe elérhető, nem is tudom, 2 vagy 5 euró, szóval nem 500 000 forint, de most tetszik, ki lehet fizetni, nem? 5 euró az nem olyan sok. Igen, még a szék, hát mondjuk az nem a legszebb része, mert hát itt már kicsit, hogy is mondjam, viseltes. Hát sokat ültem benne. Amúgy nem olyan rossz ez a neve, Dr. Shield. Igazából azt néztem, hogy kicsit olyan keményebb legyen, szóval nem ez az atom kényelmes, hanem úgy nagyjából egyenesen tartja a gerincemet, de így is van, hogy így begörnyedek, mert hát játék közben most miért figyelnék arra, hogy ülök. Ilyen a hátulja, valakit érdekel, ilyen sima, itt pedig ez a varrott rész, viszonylag itt puhább, de azért nem a legpuhább anyagból van, de megteszi. Ja, meg itt elkezdett már, látszódik, de hát nem baj, végül is jó. Ja, a monitorokat itt, meg azt meg szeretném mutatni. Itt az egyen állványom van, ilyen sima monitorálvány, az pedig az eredeti lábán áll. Teljesen tökéletes volt, mert így be tudtam dönteni, kicsit így oldalról nézve. El van döntve, így alul, szóval bedöntve van. Mert ugye kicsit közelebb ülök a monitorhoz, nem olyan messze. Igazából ide is rakhatnám, de viszont ahhoz meg kicsi. De hát nem baj. Szóval így nagyjából így ennyi lenne. Most hát ez nem volt egy olyan nagyon részletes áttekintő.
De hogyha valaki kíváncsi arra például, hogy a Streamlabs-ben hogy csináltam az átmeneteket, a layer-t, ilyesmi, arról is van egyébként már videó. Szóval azt is meg tudjátok nézni, szóval nem kell külön csináljak. Azt hiszem az előző, nem kell ennyire megörgetni, mert kevés videó van. Visszamész egy kicsit, ott van, hogy a layerek újra gondolása, azt hiszem valami ilyesmi a neve. Vagy ide belakom a i betűbe, ami itt van, ugye? Itt ebbe a bal felső sarokba. Szóval oda fogom berakni, hogy akit érdekel, hogy ezt ott csináltam, mert itt látszik. Illetve hát a gépről nem csináltam, hogy szerelgettem videót, de ott majd kiírom a infókat, vagy vágásnál egy-két részletet jobban le tudok írni. Ez magamnak, ugye mondtam a videó elején, ez magamnak is egy emlék, meg szeretem megosztani, hogy mégis mit, hogy használhatok. Olyan sok dolog nincs, alap dolgok, most hát szerintem már manapság. De úgy ennyi. Szóval remélem tetszett nektek, hogyha ez így van, jelezzétek egy like-val, vagy írjatok egy kommentet. És majd egy legközelebbi, valószínűleg tartom reklámfilmes videóban találkozunk, amit ismét megpróbálok ugye elkészíteni, összevágni és minden. Na, szavaztok!